Jó napot kívánok, Juhász Attila vagyok, a Turzola és Általános Iskola magyar tanára. Mai témánk pedig Ottlik Gézának a Valencia rejtély hang és képsor című művének egy részlete. Ottlik Géza, ahogy látják, ez a szerzőről készült fölvételek. Ottlik Géza a hajnali háztetőkről ismert, a minden megvan, a próza, a Valencia rejtvény, vagy pedig a Buda. Tehát amit láthatnak az asztalon, ez a könyv az iskola határon. 59-ben jelent meg, legfontosabb műve. Az 1970-es évek író nemzedékére nagyon nagy hatást gyakorolt, és egy nagyon fontos irodalmi mű, amely a 20. század ismeretéhez föltétlen szükséges. Tehát aki igazán érdeklődik a magyar irodalom után, és a saját nemzeti közösségek irodalmával komolyan meg akar ismerkedni, az föltétlen olvassa az Iskola határon című regényt, mert egy kihagyhatatlan irodalmi alkotásról van szó. Ottlik Géza Kossuth és József Attila díjas magyar író volt, műfordító, a magyar intellektuális próza kiváló alkotója, és ami nem mellékes, aki szereti a kártyázást és a kártyajátékokat, tudni kell, hogy Ottlik Géza nemzetközi hírű bridge szakértőnek számított, és magam is meglepődtem, hogy bridge szakkönyvet is írt közösen egy angol szerzővel, amit érdemes elolvasni, aki a bridgehez ért, és aki a kártyázással komolyan szeretne foglalkozni. Nem póker, bridge. Ez egy komoly értelmiségi kártyajáték. Tehát Ottlik Gézáról jó ezeket tudni. A lent szereplő épület pedig az iskola a határon. Tehát az a katonaiskola, amelyről az iskola határon szól. Ottlik Gézának a Valencia rejtély című könyve több művet is magába foglal. A Valencia rejtélyen kívül itt van a Hajónapló és a Pályákon című mű. A Valencia rejtély egy természettudományos krimi. Két jó barát a főszereplője, aki 40 év után találkozik Budapesten, néhány órával a világegyetem fölrobbanása előtt. És ezt a kataklizmáig tartó időszakot hazaérkezett Amerikából csolnoki, Nobel-díjas fizikus, és a barátjával akar beszélgetni, Miklóssal, arról a rejtélyről, amely fiatalkorukat átszőte. Fiatalkorukban volt egy ilyen közös történés, amikor egy laboratóriumi gépezet fölrobbant, és a gép fölrobbanása és az ő szerelmi szálaik ott összekuszálódtak. Az ő emberi és párkapcsolati viszonyaik ott megbomlottak, és ez a későbbi pályafutásukra és életükre is nagy hatással volt. Tehát úgy, mint minden dráma, ahogy már beszéltünk eddig tanulmányunk folyamán a drámáról, a dráma mindig az életnek egy olyan tragikus, vagy nagyon komikus időszakát öleli föl, az dolgozza fel, arról beszél és arról mesél, arról a sorsfordító pillanatról próbál egy irodalmi mű keresztmetszetet adni. Egy sorsfordító pillanat. Hát ő nagyon nem is kell, mint az Ottlik Géza által 1957-re vizionált világvége kép. Tehát ő 57-ben azt mondta, hogy ott aztán vége lesz a világnak, kész. És erről szól a Valencia rejtély, hogy a két ember az emberi múltjában keresi a visszatérő pillanatot, vagy azt a momentumot, azt a helyzetet, amikor az ő sorsa valójában eldőlt. Hogy miért nem sikerült a kísérlet? Hogy miért nem jött össze az a párkapcsolati viszony? Hogy a férfi és a női kapcsolataik hogy nem alakultak ki úgy, és hogy alakultak pont másként, mint ahogy jó lett volna, vagy kellett volna? Erre mondták ők azt, hogy ez a Valencia rejtély, ennek a kibogozásáról szól, ez a hang és képsor, ami drámai formában van leírva, és ezt nevezték ők el Valencia rejtélynek. A Valencia egyébként, Valencia van egy ilyen város Spanyolországban, de ettől sokkal fontosabb az, hogy a kémiában a Valencia alatt a vegyértéket értjük, az pedig az, hogy milyen értékkel bír egy-egy elem, vegyérték. Ők Valencia rejtélynek nevezték el ezt az ő személyes sorsfordító pillanatuknak a rejtélyét, és Zétának nevezték el azt az ismeretlent,
egy ilyen görög betűről nevezték el azt az ismeretlen, az egyenlet ismeretlen részét, amelyet viszont a zéta alatt ők magát a szerelmet értették. Tehát a szerelem lett így álnevesítve zétának, az ő esetüknek a titkosságát pedig Valencia rejtének nevezték el. Ha az olvasókönyvünk 148. oldalát kinyitjuk, ott találunk egy részletet a Valencia rejtélyből, méghozzá az indítását az egész műnek. Itt pedig az egyetem belső udvara látszik, és a laboratórium. A Valencia, tehát a zeneszám, város vagy vegyérték, a zéta görög betű a szerelem megnevezéseként szerepel a műben. Valencia rejtély, hang és képsor. Február bőjtelő havában, a jövő év elején vagyunk. Az egyetem múzeum körúti lépcsőházában mennek fölfelé jókedvűen Csolnoki, Zontág Miklós, meg egy 19 éves fiú, aki nem tágít a sarkukból. Kint esik a hó, lentről egy kapus rohan utánuk, elkésve. Csolnoki, fenét, Miklós. Azt mondtad, vársz még egy hívást Zwickbeiftől. És akkor Csolnoki nevet, rázza a fejét. Semmi, és akkor semmi. Csak az órát, percet adja meg pontosabban, Miklós. De hát reggel 8-ról volt szó, nem? És ez már simán elmúlt, Csolnoki nagyot nevet. Nálunk még nem. Majd, ha itt 14:30 lesz, Miklós bosszúsan nevet. Azt hittem, Greenwich időt mond. Hát van vonalatok, hív föl, te, Csolnoki. Az eszed tokját. Alkalmas elolvasása többször, vagy előadásra egyszer déltájt. Közvetlenül a világegyetem megsemmisülése előtti órában. Szerzői utasítás. Miklós, mi van ezen röhögni való? Szeretném tudni, de ő is nevet. Mind a ketten a sajátosan mélyből jövően jókedvűen. Csolnoki, te például mi röhögsz? Miklós, én rajtad, hogy mekkora marha vagy, Csolnoki. Csolnoki, te vagy a marha, Miklós. A fiúnak mondja, akinek ragyog rá a szeme. Ez egy kozmikus koincidencia, az univerzum magánügye. Nem én okoztam, vagy ha igen, akkor se tudom megfordítani, se lelassítani, még a barátom kedvéért se. Miklós, nem is akarod, igaz? Csolnoki, nem is akarom. A fiú Miklósnak próbál mondani valamit. Apa, Miklós, és mit lehet erre mondani? Semmit. Igazán még röhögni se lehet. Csolnoki, engem egészen más érdekel, meg akarok tudni valamit. Miklós, azt mondja, megtudod, ha meghalsz. Halasszuk el, és várt ki türelemmel. A kapus hangja messziről. Hé, haló! A fiú Miklós kabátujját húzogatja. Apa, Csolnoki, azzal nem tudom meg... Marhaság, Miklós, ha megmarad bármi a földi létezésemből, bárhol, bármi módon, mozzanat jel, érzés, gondolat, a halálom után az nem tisztázódik, hogy nincs-e anyagból, mert a testem anyaga csupán megváltozik. Nem válik teljességgel semmivé, mint így az antianyag univerzum modell és az anyagi találkozásakor. A fiú, apa, ti csak ugyan, ne haragudj. Csolnoki, a fizikus fiad? Miklós, az, eresszel, Sanyika. Sanyi elereszti Miklós könyökét. Apa, ti csak ugyan 40 éve nem láttátok egymást? Csolnoki, 43. Miklós, és fél. Sanyi, és 43 év után, már az első negyed órában, ne haragudj, ilyen meséssel marházátok egymást, és egy Csolnoki Sándorral, hát ez nem igaz. Csolnoki, látod, a fiad a pártomon van, Miklós, fordítva, ám bár lehet, hogy Sanyi, nagy szamár. Különben nem az én fiam, Pannikáé, a nagyobbik lányomé, unokám, csak apjának fogadott. Sanyi, minimum. Csolnoki nevet, ennek megörül, érti. Minimum. Átkarolja fiú vállát. És maximum. Haverkodna, engem is elfogadnál. Sanyi, fülig pirul a megtiszteltetés. Csolnoki Einsteinnek, Diracnak és Niels Bohrnak volt közeli barátja, munkatársa. Zavarában szólni sem tud, de szerencsére a kapus utolérte őket, és elcsípi Csolnokit. Kapus lihegve. Hová igyekeznek, hová igyekszünk? Miklós, hagyja! Az eltárs amerikai, mennek tovább. Sanyi feltárja és elhárítja valamivel a portást. A vállát vonogatva visszafordul. Csolnoki megáll, ahol a folyosó derékszögben balra kanyarodik. Te, itt üvegajtó volt. Miklós fejét rázza. Nem. Csolnoki, hát,
Nagy kétszárnyú lengőajtó üvegezett, ez biztos, tisztán emlékszem, Miklós. Igen, ez az a Traffordban volt, a gimnáziumban. Csolnoki egy pillantást vett Sanyira, bólint, aztán Miklósnak mondja, nézd. Engem tulajdonképpen egészen más érdekel, hogy van-e olyasmi itt, ami hipotetikus, aminek létezése biztosabb, mint azért a feltevésekből álló instabil anyagi világegyetemé, és megmarad-e? Miklós. Ezt mondd el még egyszer Csolnoki. Sanyira néz, de a fiú rázza a fejét, és csöndesen közbeszól. Sanyi, én értem, apa, hogy marad-e valami, ha minden, ami anyag, semmivé válik. Amúgy is szakadatlanul ez történik az univerzumban. Az összes égitest a saját atomjaikat fogyasztja a sugárzásukkal, nem? Miklós, jó, de van nekik még néhány millió-millió évre való. Csolnoki, egy ajtónál. Ez volt a 9-es, a kis optikai szobánk. Miklós, ez, nyitva van, bemennek. Csolnoki, Sanyinak mondja, itt voltunk utoljára együtt 42-ben, Annával és a nagyanyáddal, aki még gyerek volt. Miklós, Szilvia nem volt már gyerek 13 évesen. Csolnoki, a háború miatt el kellett sötétíteni. Miklós, Baudelaire-t olvasott 10 évesen, aztán Leopardit veszekedtünk, hogy én nem is ismerem. Csolnoki, veled szivakodott mindig. 1942, ugyanitt, este felé. Anna, Csolnoki, Szilvia, Miklós, nagy a füst, Padilla, Valenciája szól halkan. Szilvia parancsoló felkiáltással. Villany, Miklós az ablakhoz készül kinyitni, észbe kap. Szilvia, előbb eloltani Miklós, mindig elfelejtik, mindnyájan, dünnyögi magában. Anna bólint, mindnyájan, megunódott a bomba veszély. Csolnoki nevet. Ez a maga megunódása, Anna. Nem tudom, nem ez-e a világ megoldása. Kölcsönösen megunjuk vele egymást és önmagunkat, aztán eltűnünk, mint egy derékszögű vektorszorzat. Eloltanak, ablakot nyitnak, sötét kint is, bent is. Miklós kikapcsolja a tánzenét. Szilvia, hagyd még, Miklós, ez egy csuda jó szám volt, teszi hozzá. Miklós, akarsz táncolni rá? Szilvia, a legnagyobb mértékben, na-na, buzogány. Anna, neked nincs kedved, neked nincs benne szomorúság, Szilvia? Szilvia, de van, egy kicsit, amennyi kell, dünnyögi. Miklós, döntened kell, Csolnoki. Csolnoki, semmi sem dőlt el, csak a sötétség van. Anna, duplán, kint is, bent is. Miklós, döntened kell, végül is, maradsz-e, mész-e? Anna, már rég eldöntöttem. Szilvia és Miklós táncolni kezd, bele a vaksötétbe. Tehát ez a részlet a Valencia rejtéből, amely a könyvünkben látható. Ha belegondolunk, akkor kaphattunk egy bemutatást. A darab két főszereplője, Miklós és Csolnoki. A két magyar Prospero. Prospero azok, akik elmélkednek és cinikus megjegyzéseket tesznek mindenre. A végzetes időpont előtt néhány órával hazaérnek, 40 év után Amerikából és a diákköri barátjával töltsék együtt az anyagi világ utolsó óráját, beszélgetnek. Az eltűnt időről és a megfoghatatlan emlékek külön világába bocsátkoznak. És akkor itt van a szakítás rejtélye, a címadó rejtély, a Valencia rejtély, és belekerül egy mélabú, Istenem, lehettünk volna boldogok, vagy valami ilyesmi. Csupa életbe vágó semmiség, viszont ezek kérdezik meg az univerzum totális elmúlását, a semminek és a mindenségnek a konfliktusa. Gondoljunk bele, mindig arról beszélünk, hogy mi az, amink van, milyen telefonunk van, milyen számítógépünk, és keveset beszélünk arról, hogy mit élünk meg, milyen érzelmeink vannak, milyen kapcsolataink vannak, milyen emberi viszonyrendszerünk van. És ez a két tudós, amikor már ők kiszámították, hogy mikor lesz a világ vége, nem szóltak a portásnak, senkinek se, csak egymással leültek, megmutatták az egyenleteket, a képleteket, és megállapították, hogy kész, van még néhány óránk hátra. Mondja, hogy hát már 8 óra elmúlt, igen, csak nem a mi időnk szerint, a mi időnk szerint 14:30 lesz majd a világ vége,
úgyhogy addig legyünk türelemmel címmel, beszélgetnek arról, hogy elmúlik a világ, és mi lesz az, ami megmarad. Ha az anyagi világ eltűnik, mi az, ami megmarad, vagy megmaradhat. És ez a két ember beszélgetése, a két ember emlékezése az, amely a történet szálát és fonalát viszi végig. Csolnoki, Miklós, Anna és a Zéta. Ebből a történetből, a Valencia rejtélyéből készült már színpadi játék, rádiójáték, megfilmesítve is volt. Sokféleképpen előadták már. Maga a mű egy drámai formában íródott, tehát párbeszédes formában. Ezért olvastuk az olvasmányban mindig fel a neveket, hogy ki az, aki megszólal, és ki kinek mit mond. És itt voltak még a drámában, ami külön érdekesség, ellentétben regénnyel, hogy itt a szerző még mellékes utasításokat is ad, hogy mondja halkan, foga közt teszi hozzá magában, megadja azokat a kis utasításokat is, amelyek még képszerűbbé, még egyértelműbbé és számunkra láthatóvá teszik ezt a történést. Tehát az olvasmányunk jellemzője az, hogy drámaformában íródott, és hogyan mutatja be történéseket? Vannak időbeli átfedések, átugrások. A részletünkben is a jelen pillanatban folyó történés, mintha most beszélgetne két tudós, hogy egy óra múlva világ vége van. És ők nem esnek kétségbe, nem verik magukat a földhöz, nem rakják hónuk alá az értékeiket, hanem számba veszik mindazt, ami számukra fontos volt az eddigi munkásságuk és életük folyamán. Figyelembe veszik a Zétát, megnézik, hogy mi mit ért, minek mi a vegyértéke, a Valencia, és a Valencia zeneszám az, ami visszatérő motívuma ennek a történésnek. A Valencia, amely egy 1927-es sláger, amelynek a taktusairól gyakran regélnek, hogy hű, milyen jókat is táncoltak ők arra. És ennek az egész drámai szövegnek közben akkor beékelődött az 1942-es, a II. Világháború alatti elsötétítések esti időszakának is a története, amikor ott ültek egy szobában, és végül is táncoltak, mert a sötétbe táncolni attól még lehet. De hát ez az a pillanat, amikor más se tud az ember csinálni, és akkor összefoglalja eddigi életének és eddigi világának a képét. Mikor azt hiszed, hogy ezzel vége van mindennek, akkor rájössz, hogy van ettől még rosszabb is. Na, ez egy olyan pillanat, a Valencia rejtély pillanata, amikor az ember leül és számadást végez. Tehát a Valencia rejtély című drámánknak a végére értünk, és az óránknak is a végére, a megszóló zene pedig maga a Valencia rejtély. Köszönöm a figyelmeteket, figyeljetek oda magatokra és az érzelemvilágotokra, és a tárgyi és a nem tárgyi értékeitekre, és az egészségetekre, főleg és a vírusfertőzésre. Köszönöm a figyelmet!